Szóval, kiállítás megnyitó. Szirop naív, rákapcsolás, zsebrevágva, előhullámok, posztit Majong, Pap Károly és György Irma, már jól józik a szemem. X-tapes, Simple Pretty, kiállítás megnyitó még egyszer, áramlások, Montreali Street Art, Buttered Bread, Duke Bluebeard, Szurcsi Kerika, Jámbor Évi, Farkas Fanni, Magyarós Anna Luca, Sütő Anikó, Viktor Lima, Murphy Mortisen még egyszer, Máli Fanni és Pólya Zsombor, vagyis ő, itt előttetek, aki a Zsebkafé utolsónak tűnő kiállítója, és mindazok, akik korábban kiállítottak, itt vannak most velünk. Ha a legtöbbük nem is élő hús valójában, de itt vannak most mind velünk, körülöttünk. Ez a búcsú, Pólya Zsombor búcsúja. A helytől, mint kiállítóhely, és a valaki kiállítottaktól. Mint látható, üres gyászkeretek vannak a falakon mindenhol, egymáson keresztbe kasul, sűrű és véletlenszerű hálózatot alkotva, összevisszaságban. Mint valami tömegsír műalkotásoknak. Tájkép háború után. Zsombor munkáiban rendszeresen megkérdőjelezi, hogy vajon a kép a falon, mint hagyomány, mint kortárs kiállítás, vajon mennyire élő most a 10-es évek derekán. Van, hogy meg is válaszolja, és azt mondja, hogy nagyon is az. Például, amikor fotoreaktív emúzióval felírta a Lengyel Intézet falára, hogy egytől a végtelenig, és a felkelő nap hívta elő az Andrássy úton. Vagy amikor minden nap éjfél előtt a kezével felmondja szomatikus mantráját, az immár több mint 7 éve tartó vonalkázást, ami szintén ott lógott a Lengyel Intézet falán, mint élő és máig befejezetlen sorozat. De van olyan is, amikor a kép a falon meghal. Megszűnik nyugalmas felfüggesztettsége, mindegy gyakorlatilag funkciót nélkülöző műtárgy léte, és egyszerűen csak feladatot kap. Amit el kell látnia, ahogy azt minden rendes, hétköznapi és normális dolgozó tárgy teszi, eszközzé válik, dologgá. Ez történt Zsombi egyik művével, a 2x2-es Rubik kocka összes változata című mozaikkal. Műtárgyból járólappá vált egy kocsmában. Asztal és székek kerültek rá, amik itt-ott kivésték a kis mozai darabokat, ahogy hintáztak rajta a vidámas öröző fiatalok. Zsombi, mint legtöbb esetben, amikor bármi az is hozzáfog, sziszifuszi munkával rakta a megfelelő színeket, hogy megszülessen a megfelelő minta. 5184 kis kocka helyre kerülésével. Ahogy a falikárpit szőnyegeknek is jó, úgy a mozaik képből dolgó is lehet a Földön. Valami félre ment. Szóval ugye a mozaik képből dobogó is lehet a Földön, gondolatta a műértő nagyon, és rátette az asztalt a székekkel. Mondhatjuk azt, hogy mártír halált halt ez a kép, és újjá született, hogy aztán teremtője egy elegáns gesztussal visszakanyarítsa a porból, és megalázottságból az őt megillető helyre, a galériába. Ez a teremtő aktus, ahogy Marcel Duchamp írja, idézem. A művész nem az egyetlen, aki a teremtő aktust véghez viszi. Ugyanis a néző hozza létre a mű kapcsolatát a külvilággal, amennyiben a mű mélyebben fekvő tulajdonságait megfejti és értelmezi, és ezáltal létrehozza maga hozzájárulását a teremtő folyamathoz. Nem akarok még sokáig úgy tenni, mintha ez egy halotti beszéd lenne, valami gyászszertartás, mert nem az. Ne tévesszen meg senkit a búcsú cím vagy a gyászkeret, hiszen minden végben ott rejlik egy új kezdet, mondják, ahogy ebben is. Ez sokkal inkább egy spirituális szeánsz a falon, minimalista módszer ma élő fiatal művészek szellemeinek megidézésére, amit Zsombor Max Dániellel közösen húzott ki nekünk 260 méternyi fekete szikszalagból. Valami időn kívüli erotika van benne, ahogy interakcióba lépnek egymással, olyan képek és alkotók, akik és amik sokszor semmit sem tudnak a másik létéről. Egymásba kapaszkodnak, mint egy labirintus, vagy mint Mondrian egyre absztraktabb rács szerkezetei, színek nélkül. Ő így beszélt erről. Éppen a képek üressége hagy a nézőnek teret saját érzései és gondolatai számára. Ha nem a dolgokat ábrázoljuk, akkor marad a hely az isteni számára. Félre ne értsetek, itt nem Zsombiról van szó, mintha ő közelebb állna az istenihez, mint bárki más. Sőt, egyszerűen meglátta és megjelenítette azt, hogy Téglási Lili, mint a kiállítások kurátora, Balázs és a többi zsebes, ott vendégek, törzsvendégek, kiállítók és nézők, beszállítók, ellenőrök, csendreintő rendőrök,
Kedves vagy dühös szomszédok, egy szóval maga a zsebkafé és mindenki, aki valaha valamiért megfordulcsit, együtt képeznek Isten falzsebébe egy apró színes szöszt, valami jó új emlékét. A kiállítást megnyitom ezennel.